A zsúfolásig megtelt színházteremben Hebling Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy az évvégi adventi rendezvények nagyon jól sikerültek. A település első embere megköszönte mindazoknak az áldozatos munkáját, akik segítették abban, hogy a 2017-es esztendő sikeres legyen, külön kiemelve Kontrát Károly államtitkár támogatását. A falu első embere egyben vázolta, hogy 2018-ban is rengeteg új feladat lesz, hiszen az elnyert pályázatok összege meghaladja az 1 milliárd forintot, és az idei évben is jó pár pályázatuk elbírálás előtt áll. Azonnal el kell kezdenünk a kerékpárútnak az előkészítéseit, az is több részből áll, nem csak az utat kell, vagy az aszfaltozást elképzelni, és ugye mi vagyunk a gesztorai a felsős-alsősi szakasznak, hanem plusz kiegészítő elemeket is tartalmaz, például illemhely beszerzését, gépek, berendezések, villanyoszlopok, stb. Tehát nagyon izgalmas ez a feladat is. Ezek azonnal indulnak, tart a szép kilátó fejlesztésünk a Somlyónál, ahol szerintem tavasszal el is készülünk, illetve évvégén jött a jó hír, hogy a belügyminisztériumtól 15 millió forintos támogatást nyertünk járda és út fejlesztésre. Majd a testület nem sokára dönteni fog, hogy folytatjuk-e az endrődi úti szakaszt, vagy esetleg a Mersének a térkövezését hagyjuk meg. Egyébként mind a kettő napi renden van, tehát mindegyik meg lesz előbb-utóbb, ebben még nem született döntés, tehát van bőven feladatunk, és nagyon dolgos évnek nézünk elébe. Kontrát Károly országgyűlési képviselő utoljára Márton napi rendezvényen vett részt Alsóörsön, de mint beszédében kiemelte, napi kapcsolatban áll Hebling Zsolt polgármesterrel. Alsóörsön a fejlődés szemmel látható. Én a képviselői programomban néhány évvel ezelőtt azt mondtam, hogy azt szeretném, hogyha a Balaton Európa legbiztonságosabb és legszebb üdülőhelye lenne, a legszebb az megvan, a Jóisten megteremtette, vigyázunk rá, a biztonságért meg nagyon sokat tettünk. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos tényezője annak, hogy a Balaton vonzereje egyre nő, de nem csak a Balaton, hanem Magyarország vonzereje is, hiszen ma Magyarország biztonságos ország, és a biztonság az olyan közösségi érték, mert nagyon sokra tartanak, különösen azokban az országokban, ahol ez nem létezik, vagy ahol ez nincs meg. Én visszatérve Alsóörsre, azt kívánom az alsóörsieknek és polgármester úrnak is, hogy azok a tervek, azok a nyertes pályázatok, amelyekről ő beszélt, és amelyeket ismertetett itt az alsóörsiekkel, és amelyeket nyilvánosságra hozott, azok szolgálják az önök érdekeit, a mindennapi életüket tegyék szebbé. A település lakói is sikeresnek vallják az elmúlt évet, szeretnek Alsóörsön élni, és bizakodnak az idei évet illetően. Szerintem tovább fog folytatódni ez a tendencia a fejlődésben. Minden tovább fog szépülni, és minden értékesebbé válik Alsóörsön. Remélem, hogy a településen működő civil szervezetek is tovább tudnak működni, további támogatást kapnak az önkormányzattól, az alapítványtól, és minden ezen az úton halad tovább, mint most. Ugyanezt a lendületes, dinamikus fejlődést, ami eddig is Alsóörsön tapasztalható volt, hagyományaink őrzését, egyházközségünk közösségi életét, igazából ennyit, békességet és a fejlődést. Az ünnepi beszédeket követően opera és operett dallamokból összeállított válogatást hallhattak a vendégek. Csóka Anita operaénekestől, Bihari Adéla Belcanto operatársulat énekesétől és Kálmánfi Ferenc énekművésztől. Zongorán kísért Bárkányi Horvát Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, zongoraművész. A legvégén meglepetésként fellépett Naszvagyi Vilmos, a Honvéd férfikar énekese, aki dalmáciai dalokat és örökzöld slágereket adott elő a közönség nagy örömére. A
abba bízom, hogy ebben az évben is ilyen remek együttműködésen nagyon szép sikereket fogunk elérni közösen. A színvonalás előadások után Ferenczi Gábor alpolgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. Bízik továbbra is a közösség erejében, hogy Alsóörs tovább fejlődik, majd poharát emelve boldog új esztendőt kívánt. A rendezvény baráti beszélgetéssel, kocintással, a helyi óvoda jóvoltából vacsorával zárult.